történelmet mi írjuk, mindazok, akik részesei vagyunk a történelemnek. 1956 az ön életében mit jelentett? Nagyon sok mindent. Azt hiszem, életem talán legszebb két hete volt, akármilyen furcsán is hangzik, 15 és fél éves gimnazista lány szájából. Úgy csodálatos volt, és nagyon jó visszaemlékezni rá, illetve keserűség is van benne. Azt hiszem, hogy azért írtam le, hogy talán ne felejtsem el, hiszen már azért halványultak az emlékek 60 év alatt. Hogy emlékszik vissza a kezdeti időszakra, a naplóját, amikor olvastuk, így többen, akkor az elején egy ilyen feltámadt Petőfi, nagyon lelkes, lendületes, és egy ilyen nagyon bizakodó időszak volt akkor, igen, ez a két hét. Igen, igen. Illetve eléggé változott a hangulat, óráról órára szinte, de valahogy, mintha elvarázsolták volna az egész nemzetet. Mindenkiben valami csodálatos várakozás volt, és elszántság, főleg a fiatalságban. Igen, bizakodtunk. Még november 4-e után is egy kicsit bíztunk abban, hogy a világ majd segít nekünk, de mi mindig magunkra maradunk, most is úgy volt. Milyen volt Fehérváron megélni, Székesfehérváron? Hát váratlan volt mindenféleképpen az egész. Előző nap már furcsa volt éjszaka, egész éjjel dübörgést hallottunk. Mi a Kempelen téren laktunk, azt már lebontották azt az épületet, a Kaiser miatt, illetve most Kálváruház, azt hiszem. Dübörögtek a tankok, de nem láttuk, csak hallottuk. És Fehérváron igazából jó néhány nap múlva csapódtak le az események, illetve ahogy leírtam, lejöttek Fehérvárra egyetemisták, akik fehérváriak voltak. Azóta se tudom, hogy élték át, meghaltak-e, mi lett velük. Ki tudja. Hát ők meséltek arról, hogy mi van Budapesten. És az nagyon lelkesítő volt, szomorú is volt, de akkor ugye azt mondják, hogy ha valaki fiatal korában nem akar hős lenni, vagy vértanú, az nem normális. De ha öreg korában az akar lenni, az sem normális. Tehát azt hiszem, hogy ez igaz is. Akkor mindent megtettünk volna, és meg is tettünk, amit tudtunk. Hát Fehérváron nekünk nem kellett fegyvert fogni, arra nem került sor, bár itt is volt lövöldözés. Iskolába is hol jártunk, hol nem. Volt, mikor a tanárok küldtek haza, hogy most nem alkalmas, mivel hogy a vasút is sztrájkolt, mert az egész országban sztrájk volt, akkor még a bejárók se tudtak bejönni. Úgyhogy hát sok mindent leírtam, de hát most pontosan nem tudom, hogy mit is emeljek ki ebből. A sok Kossuth címer rajzolást, festést, amiben be volt fogva az egész osztály, mindenki. Hát úgy éreztük, hogy valamit nekünk is tenni kell. Ez volt, amit tudtunk tenni, lányok. Ez ilyen egyöntetű volt egyébként az osztályban? Vagy volt, akin érződött, hogy inkább tartózkodik? Hát igen, akadt olyan is. Tehát akkor mi ezt nem nagyon mérlegeltük, csak furcsáltuk. De hát nyilván, hogy nem mindenkinek ugyanolyanok voltak az ideológiai beállítottságai otthonról is, és ezt úgy alapvetően meg tudom érteni, csak akkor nagyon kevesen voltak ilyenek, nagyon. Többnyire lelkesedtünk, mentünk, nem féltünk, olyan tüntetésre is elmentünk, ahol
várható volt, hogy esetleg elvisznek, vagy lövöldöznek, vagy valami rossz történik. Volt bennünk félelem is, de azért azt mind elfedte a lelkesedés, és az, hogy mi most hazánkért, és szeretnénk szabadok lenni a Rákosi terror után, amit egyébként még gyerekként is nagyon rossz volt átélni, megértettük, hogy miről van szó. Ennyire vágyott a nép a szabadságra? Úgy látszik, igen, mert úgy robbant az egész, mint egy vulkán váratlanul. Tehát egy elfolytott tudat állapot volt ez. Visszafolytott, inkább így mondjam. A háború utáni nagy szegénységbe állandóan a hurrá optimizmust hallani, hogy hú, de jól élünk, és minden milyen nagyszerű. Itt a szabadság. Emlékszem, hogy akkor az operákat is magyarul énekelték. És hát tévé még nem volt, de a rádióban nagyon sokszor adták a Nabukóból a szabadságkórust, úgyhogy azt úgy mindenki tudta magyarul. És az is úgy kibudjant belőlünk azon a napon, amikor orosz tankok és katonák vették körül a gimnáziumot. Elég meglepő volt a tanárok számára, egymás után szaladtak be, hogy ne hagyjuk abba, de nem hagytuk abba. Úgyhogy hát nem tudom, hogy... A fiatalok forradalma volt? Hát ez biztos, hogy igen. Igen. De hát az a sok száz ember, akit utána kivégeztek, az mind fiatal volt. 40-en alul a legtöbb. És mindenféle társadalmi osztályból is. Tehát munkás, értelmiségi, úgynevezett kulák, vagy paraszt, vagy mindegy, tehát diák. Hogy végigolvasom azt a, nem tudom én, majdnem 400 ember, és mondják most a rádióba is, igen, fiatal volt. De ezt inkább úgy mondanám, hogy a fiatalok által kezdeményezett, az egyetemisták kezdeményezték Pesten, de ebben mindenki benne volt. Öreg, középkorú, mindenki. De hát minden forradalomban azért az ifjúság dominál. Azt hiszem, 48-ban is így volt. Többször tér vissza arra a momentumra a naplójában, mert ugye több évet összegez, hogy márciusban majd újra kezdjük. Nem történt semmi márciusban már. De úgy reménykedés az igen, volt. Igen, és készült rá a nemzet, de addigra már olyan véres volt a megtorlás, és olyan hihetetlenül erős volt a csalódás, a szorongás, hogy nem, már akkor nem lehetett újra kezdeni. Csak emlékeinkben, akkor már nem sokára ünnepeltük a tanácsköztársaságot, a felszabadulás évfordulóját. Szóval Kádárék akkor már lehetetlenné tették. De azt hiszem, hogy nagyon elszomorító volt az egész nemzet számára. Évekig meghatározó az előtte a terror, és utána az úgynevezett új Bach korszak. Hát azért mi is fiatalok voltunk, boldogok is voltunk utána is, de azért ez az egész úgy örökre megmarad, legalábbis bennem. Azt hiszem. Sokáig sokan nem mertek közben hatról beszélni. Nem is volt szabad, igen, nem. Még a történelemben sem, egyáltalán nem. Ekkora volt a terror, a vektorlás? Igen. Igen, igen.
hallgatni kellett, és az volt a legokosabb, mert bármi elhangzott, vagy elhangzott, azonnal megbüntették. Semmiségekért. Egy vicc mondjuk elhangzott, azért már elvitték. Esetleg nem is láttuk többet. De ez így volt a Rákosi korszakban. Utána puhult a diktatúra, de akkor nagyon erős volt. Nem lehetett tudni, hogy ki kicsoda, bárhol lehetett detektív besugó? Hát nézd, erre nem gondoltunk olyan nagyon, de inkább utólag tudtuk meg, hogy volt, és minden. Tehát én akkor diákként nehezen, szóval nem gondoltam mindig ilyesmire, úgyhogy... De nyilván volt, igen, igen. Meg volt szervezve, de még mind a mai napig. Nálunk ez nem nyilvános. Tehát ezt nem tudom, hogy miért. Már a többi úgynevezett népi demokratikus országban ezen túl vannak. De hát nálunk nem. Talán jobb is. Az ember nem kénytelen meg utálni, rossz szó talán, hogy elidegenedni attól, akiről nem is gondolta. Nem. A családját is érintette a megtorlás. Hát igen, igen. Sajnos. De mindenkit, valamilyen szinten azt hiszem, hogy mindenkit, hát ugye az értelmiség, a munkás, a paraszt, az egyéb, még az én tanárkoromban is jelezni kellett a gyerekek neve mellé, a betűkkel, hogy ki hova tartozik. Hát az szerint ment például egy felvételi. Ennyit lehet, ennyit nem lehet, mindegyikből arányosan. Úgyhogy ez is nagyon fájdalmas volt, mert hiába esetleg kitűnő tanulók voltunk, egyáltalán nem lehettünk benne biztosak, hogy föl is vesznek, vagy egyáltalán javasolnak, mert akkor még ilyen is volt, hogy javaslat, iskolai javaslat nélkül nem lehetett például egyetemre menni, vagy főiskolára. Mondjuk például, aki hittanra járt, az biztos, hogy nem javasolták. De ez csak egy, ugye aztán akiket börtönbe vittek, meg internáló táborba, hát igen, volt a családban két nagybátyám is, aki úgy az egyik internáló táborba került, a másik pedig most már a 301-es parcellában egy nagyon szép dísz sírhelyen nyugszik, alatt nyugszik, és itt hagyott három pici gyereket a két heti forradalmárkodás miatt. És most hallottam a rádióban, hogy kiállítás nyílt róla, abban a városban, ahol kivégezték. Hirtelen meghallottam a nevét, én mondom. Igen, hát azt hiszem, nem nagyon volt olyan család, akit ne érintett volna. Rengetegen külföldre mentek. Mi is mehettünk volna, de nagyon örülök, hogy nem mentünk. Néhány rokonom is kiment, igen, meg barátom, meg osztálytársam. De mi nem. Pedig mondták, hogy itt van egy autó, pakoljatok össze, holnap lehet. De nem. Örülök. Mi tartott itt? Hát az egész családot, mondjuk a szüleim. Én úgy gondolom, hogy azért a hazafiság, a hazaszeretete is feltétlenül. Akkor az bennünk nagyon-nagyon erős volt. Majdnem olyan volt, mint az istenhit, mint a vallás. Nem tudom, most október 6-a alkalmával olvastam az aradi vértanúk utolsó mondatát. Mindegyikben, szinte mindegyikben benne van együtt
a haza és Isten, hogy a kettőért, hogy összetartoztak. Most pedig úgy, ezt nehéz megmagyarázni, mert most nem találni ezt a fajta elszánt hazafiságot. Bocsánat. De 56-ban ott volt. 56-ban még nagyon. És hát például, ugye most inkább nehéz kimondani, de a Bánkbánt se szeretik olvasni a gyerekek, de ugye abban van a negatív figura Biberach, a lézengő Ritter, akinek az volt a jelszava, hogy ott a haza, ahol a haszon. Hát akkor ezt mi nagyon negatívan ítéltük meg, és úgy is éltünk. De hát most nem. Vagy ha Madács Falanszterét olvassa valaki, ugye a tragédiában a tudós megkérdezi, hogy hát nem kisszerű-e a hon fogalma? Hát kisszerű lett. Persze más világot élünk, jöhetünk, mehetünk. Nem tudom, hogy a hazafiság most éle, nem tudom tapasztalni, nem érzem, nem tudom felmérni igazából. De hogy a mostani 15-16 évesek egy ilyen forradalomba, igaz, hogy nincs is olyan történelmi helyzet, hogy hogy vennének részt, az fogalmam sincs. Önök lelkesen és tiszta szívből. Hát mi nagyon. Igen, 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 igen. Hát mi nagyon vártunk valami jobbat, és egy olyan szabad világot, ahol kibontakozhatunk, ahol nem az szerint ítélnek meg minket, hogy például milyen a származásunk, vagy a vallásunk, vagy a ideológiánk, hanem hogy mit érünk el, mint emberek milyenek vagyunk. És mondjuk ez szomorú, hogy ez nem így volt, se előtte, se utána. Talán Illyésnek a egy mondat a zsarnokságról, az fejezi ki legjobban. Megrendítő volt a karácsony, illetve nagyon nem hallottunk Márairól, abszolút semmit el kellett hallgatni, még az egyetemen se. És azt hiszem, hogy Mennyből az angyal című verse, azt is csak jóval 56 után ismertem meg, és az is nagyon kifejezi azt, amit mi akkor átszenvedtünk, átéltünk. Ez a két vers tulajdonképpen elég szomorú mind a kettő, de nagyon nagy pátosszal, amit ugyancsak nehezen értenek meg manapság, mert manapság ez már nincs pátosz. De minek, ugye? Hát az élet reálisabb. Nem tudom. Hogyha ki kellene emelni egy pillanatot, akkor melyik volt az, ami önnek a legfelemelőbb volt, és melyik volt az, amelyik a legrosszabb, vagy a legfélelmetesebb? A legfelemelőbb, hát igaziból nagyon sok felemelő pillanat volt. Talán az legelső tüntetés, amikor ültünk egy órán, mondjuk azt hiszem matematika volt, másodikos gimnazista voltam, és beszaladt egy tanár úr, hogy tüntető munkások kérik, hogy a gimnázium is csatlakozzon a tüntetéshez. És soha azt tényleg nem felejtem el, ahogy a Telekiből elindultunk, és a megyeháza felé, a városháza elé mentünk, azt a lelkesedést, és csak tátottuk a szánkat, verték le a vörös csillagokat, megjelentek a lyukaszászlók, és hát Ruszkik haza kiabálta a tömeg, azok a dörgő, hát munkások a Videóton, akkor azt hiszem vadásztölténygyár volt még, igen, ők kezdték. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy a munkás osztály, amelyik az úgynevezett uralkodó osztály volt, szegények, csupa hazugság volt. Szóval ez egy felejthetetlen és nagyon felemelő élmény volt számomra, ez a legelső
tüntetés, amiben részt vettem, így hirtelen, váratlanul, örömteli volt. Igen, hát talán ez. A legfájdalmasabb, hát nagyon sok fájdalmas volt utána. Nagy Imre beszéde november 4-én, az félelmetes, az nagyon, megint letargiába zuhantunk akkor, ahogy segítségért szinte esedezett a világhoz, hogy segítsetek, segítsetek. Az ENSZ-hez fordult, hogy az orosz csapatok megszállták hazánkat. Rohanás le az óvóhelyre. Fehérváron is hallottuk az ágyúzást, a gépfegyvert. Itt nem bombáztak. Ez például nagyon-nagyon emlékezetes volt, és felejthetetlen. Hát aztán hát a családi tragédiák is, amikor meghallottuk, hogy tényleg kivégezték az egyik rokont. Ami bát édesanyám rendesen belebetegedett, tényleg. Szóval ezek nehéz dolgok, még beszélni is nehéz róla. Igaziból nem tudok kiemelni úgy hirtelen, hogy melyik volt a legfájdalmasabb. Végig nagyon fájdalmas volt. Azok az évek nagyon, az, hogy még 58-ba is kivégeztek embereket. Tehát megvárták, még valaki nagykorú lesz, hogy kivégezhessék. Mert 16 éves gyereket azért nem végeztek ki. De egy Mansfeld Péternél például megvárták, hogy elérje azt az időt, és hát ezek megmagyarázhatatlan dolgok. Voltak ugye a beépített emberek, akikről igazából nem is tudtuk. És talán azt mondtam, hogy talán jobb is, hogy még talán most se tudjuk, bár ezzel tartozunk a történelemnek, mondják. Én már legyintettem egyet rá. De név szerint igazából nem tudok mondani senkit. De ha tudnék, sem mondanék. Az nem lenne fel, de nem tudom. Nyilván voltak. Erről filmek készültek már, meg dokumentumok is, úgyhogy talán én a magam életében komolyan mondom, hogy hazudnék, ha azt mondom, hogy X vagy Y biztos az volt, fogalmam sincs. Ő is bejutott az egyetemre, én is bejutottam. Vagy én azt hittem, hogy nem fogok bejutni. A ideológiai, meg vallásos nézeteim miatt, de hát jól sikerült a felvételim, és hát valamilyen kis statisztika volt akkor is, hogy ennyit azért föl kell venni. De ahogy a naplójában, hogyha visszagondolok, ott leírta azt, hogy már meg sem lepődtek azon, hogy detektívek. Igen. Hát, de azok olyan arctalan emberek voltak, tehát nem az én ismerőseim, nem az én baráti köröm, vagy családi, vagy osztálytársaim. Tényleg voltak, meg hallottuk, meg hát mivel édesapám ügyész volt, de nem büntető, csak polgári, mindig csak polgári ügyeket vállalt. Tényleg sokszor jött haza úgy az ügyészségről, hogy most megint volt egy kivégzés, mert mindenkit ott végeztek ki, ahol a perét lefolytatták abban a régióban, ahova tartozott. Tényleg nem tudom, volt ilyen. Féltünk is a csengő frász újból, ugye, ami a Rákosi korszakban elvittek embereket úgy, hogy nem láttuk, viszont igen. Hát ez minden diktatúrában így van. Nem tudom, a félelem indította akkor, vagy pedig ismerték annyira a magyart, hogy másképp nem lehet megtörni, hát, mint a bakkorszakban.
De hát ezeket is úgy leírtam. Például azt az órát, amikor az aradi vértanúkról tanultunk az iskolába, és felelt az egyik kis barátnőm, és tudtam, hogy másnap lesz a nagybátyám kivégzése. Az is egy borzasztó óra volt, hát én akkor ki is szaladtam az osztályból sírni, de azt hiszem az osztályfőnök valamit sejthetett, és semmi kérdezés nem volt kiengedett. Mikor tudta elfogadni, hogy már nincs mit reménykedni, tényleg vége a forradalomnak? Hát arra azért hamar rádöbbentettek minket erőszakkal. Igen, hát el kellett fogadni, a szívünk mélyén ott élt mindig. Szívünk mélyén nem tudtuk elfogadni, hogy nekünk, magyaroknak többnyire mindig ezt adja a történelem. De hát élni kellett, ugye, és tanultunk, dolgoztunk, éltünk. És hát sokan el is felejtették meg, az újabb nemzedéknek beszélni sem lehetett róla. Tehát nem tudom, hogy a mostani fiatalság hogy viszonyul hozzá, szerintem talán nekik a tatárjárás ugyanúgy történelem, mint 56, nem tudom, ezt tényleg nem tudom. Most már 20 éve nem tanítok, akkor még azért beszéltünk róla, sőt, én akkor is beszéltem, mielőtt, rendszerváltás előtt, mindig elmeséltem, hogy én akkor mit éltem át. És hát ez tényleg igaz volt. Történelmi órákon, úgyhogy valamit azért muszáj volt. Most már tananyag, de nem láttam újabb történelmi könyveket, megmondom őszintén. Hát el kellett fogadni, igen. Más nem tudtunk tenni. Az ön 56-os története mikor ért véget? Hát tulajdonképpen hát talán 89-ben, amikor jött ez a rendszerváltás, akkor úgy gondoltuk, hogy most megújul az ország, és hát tehát akkor már eléggé benn voltam a korba, nem ugyanaz a fiatalos lelkesedés volt bennem, korán sem, egy bizakodás. Tehát, igen, hát akkor egy új világba reménykedtünk, ami úgy nagyjából talán nem hibátlanul, de valósul. És hát most már lehet róla beszélni, most már hősök azok, akikről meg se lehetett emlékezni, még sírjuk se volt, úgy szedték ki őket. És hívták a rokonokat, hogy most valahogy próbálják fölismerni, ez így volt nálunk is. Torz fintora a történelemnek sokszor, ami történik. Most hősök, megemlékezünk róluk, büszkék vagyunk rájuk, és évtizedekig egy szót se lehetett említeni róluk, meg semmi. Például mi azt az Újfehérvár, meg újságot is eldobtuk, szóval meg volt bennünk egy félelem is, hogy jaj, hát azért ezt valahogy meg kell úszni. Hát úgy. Igen. Nem volt könnyű, de annyira belenyugodtunk, hogy talán el sem mertük hinni, hogy most valami más kezdődik. Mármint a rendszerváltáskor. Köszönöm szépen. Ja. Köszönöm.